A tanévzáró kiállításon 33 gyermek és 18 felnőtt alkotó műve jelent meg. Több alkalommal alkalmi kiállításokon mutatkoztak be a szakosztály tagjai. Ez az anyag, ami itt ma ki van állítva, ez tulajdonképpen egy évi munka, szeptembertől a mai napig. Úgyhogy fontosnak tartom azt, hogy úgy a diákok, ugye idézőjelbe a felnőttek és a fiatalok, lássák egymás munkáját, mert most mind egy helyen van, mert a munka során hát ez bizony nem adódik meg. A felnőttek akril technikával festettek, a gyerekek viszont rézkarc és akvatinta technikákkal készítették a grafikákat. Szerintem a festészet ez egy jó kikapcsolódás, tehát a munkám mellett ez egy ilyen hobbiszerű foglalkozás. Nagyon szeretek a Boros tanárúrhoz járni festeni, mert mikor kiállítások, minden évben vannak kiállítások, akkor az ember meglássa a munkájának eredményét. A gyerekek nagy lelkesedéssel készítették a grafikákat. Volt, aki már 4 éves kora óta foglalkozik rajzolással, és célkitűzése, hogy ezen a pályán folytatja tanulmányait. Jó érzés, hogyha valamit úgy lerajzolok, ahogy elképzeltem. És ez mondjuk rá mostanában sikerül is. Mondjuk amikor kisebb voltam, akkor nem, de most már megy. A megnyitón fellépett a Népkör Magyar Művelődési Központ szallagfűző leánykórusa.